kötődöm minden szállal, tehát itt dolgozom, most a helyi gimnáziumban tanítok, már negyedik év előtte itt tanítottam 18 évet a helyi általános iskolába, illetve mindig is tolnán sportoltam itt a tolnai klubokban, itt dolgoztam edzőként, úgyhogy tolnához kötődöm teljes mértékben. Nem volt ez tudatos annyira, hogy az életemnek ekkora része lesz a sport, hanem inkább így belesodrottam, mert elég sportos családból származom. Édesapám focizott, most meg már jó ideje teniszezik, édesanyám meg testnevelőként dolgozott egy 40 évet itt a helyi általános iskolába, és én is mindig szerettem a sportot, aztán úgy adódott, hogy az érettségi után én is a testnevelés szakot választottam a földrajz mellé a főiskolán, de még mindig nem gondoltam akkor, hogy én tesi tanár leszek. A diploma után még más terveim voltak, aztán úgy sodort az élet, hogy elkezdtem dolgozni. Először Fácankertbe, általános iskolába testnevelő tanárként, aztán itt Tolnán, a helyi általános iskolába kezdtem testnevelést tanítani. Mindig is érdekelt a röplabda, és egy 10 éve, majdnem 10 éve, barátaimmal alapítottunk egy egyesületet, még Tolnai Röplabda és Szabadidő Egyesület néven. Aztán egy eleinte csak ilyen hobbi röplabda egyesület volt, ilyen rendezvényeket, amatőr tornákat szerveztünk. Aztán, ahogy itt a városba találkoztam emberekkel, egyre többen szerettek volna csatlakoztatni, és az egyesülethez egyre több sportág, úgymond szakosztály csatlakozott, és akkor egy pár éve Vitásport és Szabadidő Egyesületre változtattuk a nevünket, mert a röplabda mellett megjelent a tenisz, mint sport az egyesületbe, Tolnán béreljük a teniszpályákat és működtetjük, aztán jött az úszodanyitással, egy úszószakosztályt kezdtünk el működtetni, illetve most már van egy ritmikus gimnaszakosztályunk, ami elég nagy létszámon működik, megcsináljuk a tollaslabdát is telente, úgyhogy most már elég nagy egyesület nőtt ki a Vitásport és Szabadidő Egyesületből. Szeretnénk az egyesületet fenntartatóan működtetni, és szerencsére jó irányba vagyunk. A biztos lábakon áll az egyesület, ez nem sok egyesület mondhatja magáról. Nem szeretnék több szakosztályt az egyesületbe, de nagyon sok lehetőségünk van még. Főleg a röplabda, strandröplabda révén olyan anyagi támogatáshoz jutunk, amit szeretnénk még a városba felhasználni. Nekem a tervem egy strandröplabda pálya építése lenne a közeljövőbe. Örültem neki, örültem, hogy gondoltak rám. Azt gondoltam, hogy egyelőre az a munka, amit én a Tolnaváros sportjaért tettem, az lehet, hogy még kisebb, mint amit a jövőbe tenni szeretnék, bár már így is azért egy 20 éve dolgozom itt a Tolnaváros sportjában.